viszont 6-szor a hazaiak győztek. 6. perc és az első békés sabai szöglet. Szarvas. Csatófejjel. És még nincs is kint. Szarvas ismétel élesen Tarlósi boxol. A 13. perc elején járunk, és békés sabai szabadrúgás következhet. Jó 30-32 méterre Tarlósi kapujától. Szarvas teszi le, Kulcsár, lőhelyzet, Tarlósi éppen, hogy csak bele tudott kotorni még. Az ügyes labda Komódinak. Egy remek kiugratás, Frank nem volt les, rászúrja, és oldalháló. Szenti végezheti a békés sabaiak bedobását. Nagy bedobásra készül. Csúsztatás, és felső kapufára fejelt Werner, ha jól láttam. 12. perc, és valószínűleg ezt a szabadrúgást is Bognár fog elvégezni. Most egy lövés, nem is volt rossz Marozsán. Váci, Zahorán, lövőhelyzet, rá is szúrja, alig-alig fölé. 23. perc és az 5. békés sabai szöglet. Szarvas gorította le Vácinak, Váci középre teszi. Ott van még, és nem gól. 25. perc és békés sabai szabadrúgás a 16-os sarkától. Ott van Váci Zoltán, ott van Kovács Tibor. Sorfal túl közel. Most végezhet el Váci. Rácsavarja. Nem volt veszélytelen. Sató János végezte el a kirúgást, Major fejéről pördül föl, aztán Kovács tovább. Nagyon jól tette le Vácinak Kulcsár, Váci húzza meg, nagyon gyors Váci, és ott a gól! A néhány perce beállt Váci Zoltán a második félidő, 29. percében erőszakosan, rámenősen ugrott ki, elgorított a Tarlósi mellett, és a jobb sarokba vánszorgott a labda. 1-0-ra vezet a békés Csaba. Váci, jó fordul le, akár rá is szúrhatná, rákanyarintja, nem is volt veszélytelen a dolog.